Szeretettel üdvözlök mindenkit, Bacskai Sándor vagyok a Váci tesztelepről. Amint lássátok, megindult a licit, de nem úgy, ahogy valójában mi szerettük volna. Mert mikor eljött hozzám az Attila, és megígért, hogy karácsonyig lefényképeznek, sőt, minden galambot eladunk, hogy én is tudjak menni a kórházba a gerinc műtétemmel, hogy ne itten kelljen a galambokkal, meg esetleg velek foglalkozni, de ez nem rajtam múlt, hanem rajtok. Amint tudjátok, ha előre kifizetek valakinek egy X összeget, utána elfelejtik, hogy valójában mi is az ő tennivalójuk. Én mindig arról voltam híres, hogy úgy érzem, hogy a magyar embernek elég egy készfogás, és nem papír köt engemet senkihez. De ha egyszer a kezem adom rá, akkor mástól is elvárom azt, hogy az legyen. Egy kicsit utána a díjakról szeretnénk beszélni, ja, és ráadásul ezeket, amik olyan galambok lettek lefényképezve, azért nem sikerültek úgy a fényképezések, mert ezt az Ervin, aki még soha nem fényképezett, megpróbált besegíteni, hogy valamilyen szinten azért fölkerüljenek ezek a galambok is. Rengeteg galambnak, amint tudjátok, nem küldték el a származását, megígérték, hogy záróversennél itt lesz, és nagyon sokan nem küldték el, sok embert hívtam, sok embernek telefonálgattam, de sajnos nem érkeztek be ezek a papírok. Az idéről, amit lássátok, ki van írva a díj, nem kell senkinek megijedni, plusz lesz egy személyautó, plusz lesz Toppigyons díj, úgyhogy nagyon jó díjak lesznek. Úgy a Toppigyonsban azok vehetnek csak részt valójában, akik Toppigyons órával rendelkeznek és abban versenyeznek. Lesz egy gyerekverseny is, majd annak a feltételét elmondjuk, hogy mikor lesz a záróverseny előtt szeretnénk egy héttel megtartani, az csak a gyerekeknek fog szólni, és egy gyerekbulit szeretnénk itten a felnőttekkel együtt közösen megtartani. Úgyhogy ne aggódjatok, mert sok díj lesz, úgyhogy a személyautót meg kizárólag csak az nyerheti meg a három legjobb galamb, akinek itt van a származása a galambjának, és amellett itt kell lenni neki aznap a versenyben. A három leggyorsabb galamb, független attól, mert az nem számít csapatbajnokságnak, akinek a három leggyorsabb galambja lesz, az autó szép lesz, új kilométeres lesz, úgyhogy én úgy érzem, amit eddig nektek mondtam, általában mindig álltam a szavam, úgyhogy azt szeretném, hogy ti is küldtek ide galambot, és ha azt mondjátok, hogy majd elkülditek a származást, az ősi lapot, akkor szeretném, ha ti is állnátok a szavatokat. Mert annak az embereknek, akik nem küldik el a származási lapokat, sajnos, mint ahogy elmondtam, az elverésből nem tudunk adni neki semmit. Ez nem azért, mert nem jutna, ez azért jut, mert lecsökkenti a saját galambjának az értékét. És nem szeressük, hogy lecsökkentse senki a saját galambja értékét. Úgyhogy bízom benne, hogy fog nektek tetszeni. Május végén bezáródik a verseny, úgyhogy, mert valójában, mikor június meg júniusban is hoznak még galambot, ezáltal sok galamb bekerül, sok galamb elveszlik, kicsik, fiatalok, és nem szeretném utána meg, hogy mások mondják a véleményt, hogy mennyi galamb veszett el, mert senki nem nézi meg, hogy valójában miből is vesztettek el ez a sok galamb. Ez mind attól adódnak össze, egyrészt 80%-a, hogy ezek már mind július végén hozzák ide a galambokat, úgyhogy a koronavírussal tekintetve voltam mindenkire, de ezek után az, hogy ennyi galamb elveszessen a fiatalokból, ez sajnos nem engedhessük meg magunknak, meg másnak sem, mikor elhozzátok, akkor sokan azt mondják, hogy nem számít, csak adjöjjön, de számít, mert ez sajtan rajtunk csattan a telepen, úgyhogy sziasztok!